A Városi Televízió műsorát a magyar nyelvű magazinadásunkkal folytatjuk, amiben ma több rövid hír is szerepel. Üdvözlöm nézőinket január 26. napján. Egy órával hamarabb nyit a nagy hidegek miatt az átmeneti hajléktalan szálló. A város díjairól kétharmados többséggel döntöttek a képviselők. Január 28-án ülésezik a Városi Közgyűlés. Misszió és egység volt az ökumenikus imahét témája. Két rozsnyói diáklány képviseli Rozsnyót a Szép Magyar Beszéd kassai fordulóján. Programajánlatban a Városnapok rendezvénysorozata szerepel. Aktuális hírrel indítjuk a mai adást. Tovább tart a hideg idő, így egy órával hamarabb délután 5 órakor nyit a rövid utcai átmeneti hajléktalan szálló. A 14 férőhelyes szálláson egyelőre 11-en vannak, válaszolt kérdésemre Landori Tibor, a szálló gondnoka. Az önkormányzat határozata szerint csak rozsnyújak lakhatnak a rövid utcai hajléktalan szállón. Két önkormányzati híranyag szerepel a folytatásban. Polák képviselő kivételével minden városatya jelen volt a január 20-ai rendkívül testületi ülésen a délután 4 órakor kezdődő tanácskozáson, amit élő adásban közvetített a Városi Televízió, a város díjairól döntöttek a képviselők. Már a képviselőtestületi ülés elején kiderült, hogy két napi rendi ponttal kevesebb lesz az ülés témája a tervezetnél. Pod číslo 5 návrhy na ocenenie talentovaných žiakov základných škôl, stredných škôl, ZUŠiek a CVČ. Nenašlo to odozvu u všetkých škôl, tak sme sa rozhodli, že nebude to predmetom hlasovania mestského zastupiteľstva ani mestskej rady. Bod číslo 8. Mestská rada sa rozhodla, a ja to budem plne rešpektovať, zrušiť verejnú súťaž na dozorovanie stavby. To znamená, bude tam vypísaná úplne nová súťaž. Takže kto je za to, aby sa stiahol bod číslo 5? Prosím, kto je za to? Ten bod číslo, aby sa neprejednával. A diákok ünnepélyes díjkiosztó rendezvényére január 2-án kedden délelőtt 10 órakor kerül sor a Városi Hivatal nagytermében. A Városi Díjak és a Város Díszpolgára cím odaítéléséről titkos szavazással döntött az önkormányzat. Kétharmados többséggel fogadta el a díjazottakat. Bolo rozdaných 18 hlasovacích lístkov, všetkých 18 bolo aj odovzdaných naspäť ako platné hlasovacie lístky. A város díszpolgára Róna Völgyi Endréné Szerencs polgármester asszonya és Helmut Veszeli Ausztria rozsnyói gyökerekkel rendelkező szlovákiai nagykövete kapja. A város díját az idén a 60 éves Vjezdoszlav utcai szaktanintézet, Fóris Gabriella, nyugalmazott pedagógus, és Kavecsanki Árpád, a Bratstvo Testvériség Bányászegyesület elnöke kapja. A polgármesteri díjak odaítéléséről a város első embere, Vladislav Laciak dönt. Annak ellenére, hogy volt képviselője indítvány a díjak összegének csökkentésére, ezt nem fogadta el a testület. Ďakujem pekne. Za takýto návrh boli dvaja poslanci, proti boli 7, zdržali sa 8, takže tento návrh neprešiel. A képviselők elfogadták a szakmai bizottság által javasolt sportolói jutalmakat is. Végül tudomásul vették a Városnapok keretében sorra kerülő városi és a felsőgömöri polgármesterek bájának költségvetését a Kereskedelmi és Kulturális Központban február 6-án. A Városi Közgyűlés január 28-án, tehát csütörtökön 15 órai kezdettel folytatja munkáját. Az ülésen 15 programpont szerepel, nézzünk néhány kiragadott témát. A többségi tulajdonos osztrák Steffe részvénytársaság felvásárolná a Városi Tekor hőszolgáltató vállalat kisebbségi 38,6%-os tulajdonrészét. Ide tartoznak a rozsnyói kazánházak területükkel, illetve a rozsnyói részvénytársaság felügyeletéhez tartozó Kereskedelmi és Kulturális Központ melletti kazánház is. Ennek vételi árába beszámítanak a részvénytársaság céggel szembeni adósságait is. A több mint 40 ezer eurós városi tulajdonrész eladását csak kétharmados többséggel fogadhatja el az önkormányzat. 2010. január 20-án Dubovszky független képviselő lemondott tanácsi tagságáról. Január 20-án ezért új tagot kell választani a 6-tagú városi tanácsba. A 7. és 8. tervezett programpontként került megtárgyalásra két felújítási városi önrész bebiztosítása. Az egyik az Embersegítő Központ, a másik pedig a Fábi Zoltán Alapiskola épületének rekonstrukciója. Drágulhat a városi tömegközlekedés. Az Eurobusz Kassai Közlekedési Vállalat ilyen szerződést kínál a városnak. Újra terítékre kerül a fölöslegessé vált városi ingatlanok értékesítése, vagy a Gömöri Ifjúsági Társaság bérleti szerződése. Itt a bérleti díjban végül nincs változás az előző esztendőben.
jövendőkhöz képest. A képviselők értékelni fogják a közvilágítást, és tárgyalási pontként kerül a testületi ülés anyagába, hogy őrt állítsanak az ipari park területére. A januári képviselőtestületi ülés utolsó tárgyalási pontjai között szerepel a városi ellenőr beszámolója. Január 22-én ünnepélyes koszorúzás keretében emlékezett meg a városi önkormányzat, az Antifasiszta Harcosok Szövetsége és a helyi katonaság képviselői a város felszabadításának 65. évfordulójáról. Az ünnepi beszédet Kardos Ferenc alpolgármester tartotta. A koszorúzás után a város első emeleti dísztermében emléklapok lettek átadva a szövetségben folytatott hosszú éves munkásságért. A hadügyminisztérium képviselője 4 második világháborús veteránnak emlékérmet adott át. Misszió és egység volt a 2010-es ökumenikus imahét témája. Rozsnyón az első közösségi alkalom a katolikus székesegyházban volt január 19-én. A történelmi egyházak rozsnyói lelkészei vezették az egyházi alkalmat. Így szlovákul és magyarul is folyt az ige hirdetés. Ti tanúi vagytok ezeknek, Lukács evangéliumának tanítása szerint tartotta magyarul ige magyarázatát Molnár Árpád református lelkész. Január 20-án a református templomban, majd január 21-én az evangélikus templomban fejeződött be az ökumenikus imahét. Kerek 100 évvel ezelőtt a keresztények egységért meghirdetett imahét előkészítő dokumentumát a skóciai keresztény egyházak vezetőire bízták. Ez volt az edinburghi missziós konferencia. 1910-ben a konferenciára a protestáns és az anglikán missziós közösségek, valamint az ortodox egyház is elküldte képviselőit. Sikeresek voltak a református egyházi alapiskola diákjai a Szép Magyar Beszéd regionális fordulóján. Nagy Emese első helyezést, Benzsuk Karolina pedig harmadik helyezést ért el a három fordulós versenyen. Így a két diáklány képviseli Rozsnyót és iskolájukat a kassai kerületi fordulón március 4-én. Iskola látogatás, személyes megszólítás kell az elsős minden iskolába. Január 15-től február 15-ig tartanak az alapiskolai beiratkozások. A bizalom kötelez. A szülők elégedettek a Rozsnyói Fábi Zoltán alapiskola oktató-nevelő munkájával. Van egy 11 éves lányunk, aki szintén ebbe az iskolába jár. Én is ide jártam alapiskolába. Hát gondoltam, hogy a fiam is akkor ide fog járni. A Városi Oktatási Intézmény a személyes megszólításra helyezte az idei beiratkozási programot. A rendezvényre vendégek is érkeztek. Minden iskola jobban odafigyel arra, hogy megszólítsa a szülőt. Nekünk már tavaly is voltak ilyen, előző években is ilyen tapasztalataink, hogy személyes megszólítás, a személyes meggyőzés ereje, hogy eljönnek és lássák, hogy milyen oktató munka folyik nálunk, azért az nagyon sokat ér. Hát reméljük, hogy idén is meggyőzzük őket, hogy nálunk jó oktatás van. Azért indítottuk útjára beiratkozási körútunkat, mert minket is megdöbbentettek azok a számok, amelyek elhangzottak, miszerint minden ötödik magyar szülő gyermeke szlovák iskolába jár. Mi fiatalok, szlovákia-magyar fiatalok szeretnénk magyar iskolába iratni a gyermekeinket, mert tudjuk, hogy az anyanyelvi oktatás a legfontosabb a számukra. De ez csak akkor sikerülhet, hogyha mások is így fognak dönteni. Tehát, hogyha minden magyar szülő magyar iskolába fogja iratni gyermekét. Ezért indítottuk el ezt a beiratkozási körutat, hogy felhívjuk erre a figyelmet. És megszólítottunk olyan híres szakembereket, híres személyiségeket, akik talán hitelesen tudnak nyilatkozni erről a témáról. Rozsnyón 7 alapiskola működik. Az elmúlt 5 évben 2200-ról 1900-ra csökkent a tanulók létszáma. Folyamatosan kialakul egy konkurens helyzet az egyes iskola között itt a város területén. Jelen pillanatban 1900 körül tartunk, hogy alapiskolás gyerek a városban, és harcolnak tulajdonképpen a gyerekekért, mert fejük utalra kapják a pénzt. A Fábi Zoltán alapiskola beiratkozási rendezvényén, amíg a Villanova csoport tagjai a szülőkkel beszélgettek, addig a pedagógusok megmutatták az iskolát a leendő kis iskolásoknak. Én csak rajzolni tudom. Pontokat kötünk össze. És szeretnénk azt is bizonyítani, hogy igenis van karrier lehetőség a magyar iskolában, mert ugyebár ez szokott lenni az egyik kifogás a magyar iskolákkal szemben, hogy biztosan jobban érvényesül a szlovák iskolából. Hát mi szerettünk volna ellenpéldát hozni, illetve a másik nagy ellen érv az a szlovák nyelv oktatásának a színvonala. Én azt hiszem, hogy a magyar iskola az egyedüli, amely azt az ajándékot ki tudja bontakoztatni, amiben mi szlovákiai magyarok beleszületünk.
Tehát, hogy magyar az anyanyelvünk, de szlovák közösségben meg tudunk tanulni szlovákul, és sokkal többet fogunk kérni a munkaerőpiacon is például. A Felvi Zoltán alapiskolába eddig 22-en iratkoztak az első osztályba. A városi önkormányzat tavaly módosított szabályrendeletében kötelezővé tette, hogy a beiratkozás időpontját és helyszínét legalább 5 helyszínen tegyék nyilvánossá az alapiskolák. Az első osztályba február 15-ig irathatják a gyermekeiket a szülők. Kedves nézők, jövő héten zajlanak a városnapok, szeretném felhívni figyelmüket, hogy február 2-án délután 5 órai kezdettel lakossági fórum lesz a Történelmi Városháza nagy termében, február 3-án a CBC határon átnyúló pályázat keretében Szerencs és Rozsnyó közös rendezvényeire, szerdán este pedig 7 órakor a Szomorú Vasárnap színházi előadásra, a Komáromi Jókai Színház előadásában a Kulturális és Kereskedelmi Központban. Kiállítások, sportoló, városi díjak átadása, Lengyel Színház, ökumenikus istentiszteleti szerepel a Városnapok 2010-es programjában. A Városi Televízió élőadás sugároz a sportolók és a városi díjak átadásáról. Kedves nézőink, a folytatásban pedig itt a Városi Televízióban most Kassa megyei híreket láthatnak, én pedig köszönöm, hogy ma is megtiszteltek figyelmükkel. A viszontlátásra!